Az ötödikes gyerekek kezdték ma a szemétszedést, kesztyűt kaptak, zsákot ragadtak, és indult is a közös hulladékgyűjtés. A diákok elsőként a gimnázium udvaráról és az iskola előtti útszakaszról szedték össze az eldobált szemetet. Azért tartom fontosnak, hogy szedjük össze a szemetet, mert eléggé sokan szennyezik a környezetet, és ha ezt valaki nem szedi össze, akkor milyen nagy szemétkupacban élnénk így. A gyerekek találtak eldobált zsebkendőt, csokis papírt, üdítős dobozt. A zsákok egy-kettőre megteltek. Minden osztályból 3-4 fő vett részt a szemétszedésen. A tanulók lelkesen vállalták a nemes feladatot. Ebben az évben azon kívül, hogy van egy olyan csoportunk, aki 11-ben intenzív órákon környezetvédelmi kémiát tanul, azon kívül pályáztunk tavalyi tanév végén egy környezetvédelmi programra, és ezt a projektet novemberben fogjuk gyakorlatilag csinálni. Novemberben lesz egy hét, viszont vannak előkészületei, például a szemétszedés ehhez tartozik. A kisgimisek az iskola környékén, a nagyobbak pedig a Gubodi Parkban, a Rákóczi és a Széchenyi úton gyűjtötték össze a mások által eldobált szemetet.